Lezajlott a Viker Grow Egyesület által szervezett Hack for Zoo néven futó közös programozási ötletelés a Marosvásárhelyi állatkertben. A 24 órán át tartó jótékonysági eseményen az önkéntesek egy applikációt készítettek az állatkert számára. 24 órán át programoztak az önkéntesek a Marosvásárhelyi Állatkertben a hétvégén a We Care, We Grow Egyesület által szervezett programozási ötletelésen. Az eseményen egy applikációt készítettek, amely egy interaktív térkép mellett érdekes információkat tartalmaz az állatokról, illetve az állatkert eseményeit is meg lehet majd tekinteni rajta. Ezekről push értesítéseket is kapnak majd a letöltők, ráadásul az önkéntes készítőkről is lesz egy rövid, kreatív leírás. Iboja, a Hekaton egyik szervezője az akció ötletéről beszélt a Híradónak. Na de miért állatkert és miért így? Hát azért az állatkert, az állatkert ötlet az egyik kollégám volt, aki azt mondta, hogy milyen jó lenne. Volt a fiával az sétálni a kicsi gyermekekkes az egyik gyerek. Ja, pap, ez milyen állat, ez milyen állat. Pont nem volt ott kitéve az a papír, és ez milyen állat? Akkor az olyan nem túl jó érzés volt, hogy nem tud válaszolni a gyerekének, hogy milyen jó lenne lenne egy ilyen applikáció, ahol tudom hol vagyok, milyen állat van mellette? és információkat kapok arról az állatról. Hozzátette, az önkéntesek most pénz és tárgyi ajándékok helyett az idejüket és tudásukat fordították egy jó célra. Rengeteg jelentkező volt, több mint 40 programozó segített az alkalmazás elkészítésében. Az állatkert vezetősége nagyon hálás, hogy ingyen megkaphatták ezt a az alkalmazást. Nekünk azért nagyon nagy segítség, mert állandóan az van, hogy, hogy adjunk egy, egy szórólapot, amin van egy térkép. És akkor ezzel a térképpel körbe mennek ugyan, mert nem minden állatot találnak meg azért, tehát, hogy az emberek szeretik, ha látják, hogy hova lehet elmenni. De aztán ezek a térképek ki vannak nyomtatva, lejtők, elvesztődnek, szétdobálódnak szemet elődnek, és hogyha van egy interaktív térkép, akkor ez sokkal jobb. Jelenleg egy három hónapos tesztelési időszakon megy át az applikáció. Ezt követően márciusban lesz elérhető az állatkert évi több mint 500 ezer látogatója számára is.